telek, a telek az is állami telek, csak ugye az úgymond ilyen telekrendezés. A felújítás alatt álló iskolaépületet tekintette meg Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője és Szekszárd alpolgármestere. Horváth István azt mondja, a teljes energetikai és gépészeti korszerűsítésen áteső Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikumot a következő tanévtől vehetik birtokba a diákok és az oktatók. A beruházás az 2022. január végére fog befejeződni, és a szükséges műszaki átadás, illetve használatba vételek után áprilisban veheti vissza a szakképző centrum, és a beköltözés után 2022. szeptemberi tanévet már ebben az új iskolában fogják végezni. A bejárást követően Horváth István arról is beszélt, lobbizni fog azért, hogy az 1954-ben átadott iskola jövőre egy teljesen új tornacsarnokot kaphasson. A tornacsarnoknak az építése ez jövő tavasszal fog elkezdődni. Az lenne a cél, hogy 2022. szeptemberben, amikor a diákok jönnek, addigra már a tornacsarnok is adott esetben elkészülhetne. Azon leszünk, hogy ez sikerüljön. Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere a szemle után azt mondta, a munka jó minőségű, a kivitelezés pedig olyan ütemben halad, ahogy az tervező volt. Megállapíthattuk, hogy nagyon előre haladott állapotban vannak a munkálatok, és amit láttunk, tapasztaltunk, hogy jó minőségben is, és itt a illetékesekkel való beszélgetések során arról tájékoztattak bennünket, hogy a munkálatok határidőre elkészülnek. A Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikumba közel 500 diák jár.